Szeretettel köszöntöm ismét dr. Tarnai Ete orvos természetgyógyászt, aki nagyon messziről jött újra el ide Szegedre, úgyhogy nagyon köszönöm neked, hogy a mi kedvünkért ilyen messzire eljöttél. A mai témám a betegségek megelőzése hegyi kristálylámpával, akut fertőzések, pszichológiai, pszichiátriai, organikus eltérések, önálló kezelése gyógyszer nélkül, vagy minimális gyógyszerek használata mellett. És nekem azt tetszett nagyon mindig ebbe a tevékenységbe, hogy a lelket hozzuk gyógyító helyzetbe. Ete doktor, átadom neked a szót. Mondj egy pár szót, mert vannak itt olyanok, akik múltkor nem voltak itt. Honnan jöttél, és milyen régóta teszed a dolgodat, ezt a típusú dolgodat? Szeretettel köszöntök mindenkit. Hallható? Szombathelyről jöttem. 1973 óta lakom ottan. Igazából Szegeden születtem, de ott éltem legkevesebben. Illetve az egész országot belaktam, illetve, mint tudok, kiderült egész Európát. Az pár éves csecsemőként az ukrán fronttól egész Münchenig és végig után. Tehát ez egy dolog, hogy hol lakom és hol értem. Az orvosi pályafutásomat Debrecenben kezdtem, Szegeden fejeztem be. Egy teeskült orvos voltam, de sorozatos negatív eredmények után rájöttem arra, hogy megoldást kell keresni. 1985-ben azon tájékán legalábbis kezembe került egy akupunktúrás irodalom, 8 oldalas volt, 4-ig jutottam. Felfordult bennem minden, félreadtam. Nem tudtam megérteni, sőt elfogadni. De én benne mindig úgy szokott élni a folyamat, hiszen apám is a frontról jött orvosként, belénültetett már annak idején egy kis távol-keleti csírákat, gyógynévén kurától kezdve egyebeket. 94 tájékán volt egy, mikor együtt volt a természetgyógyásztábor, egy nagy kecskeméti összejövetel. És azt mondtam, az ellenséget meg kell ismerni. Elmentem a kongresszusokra. 4 napon. Az első nap azt hittem kidobnak, mert én annyit nevettem. A második nap mosolyogtam, a harmadik nap gondolkodtam, a negyedik nap beiratkoztam. Ekkor még én nem voltam, miután hétvégeken jártam meg éjjel oda-vissza a Kecskeméti tanfolyamra, kedves Faragó Laci barátomhoz. Nem voltam esküdt természetgyógyász. Ahhoz jó pár évnek el kellett telni, még a saját tapasztalatok megedzettek. És ezért azt mondom minden orvos kollégának, és minden támadó professzornak, legutóbb összeakadtam Debrecenbe, pár éve ezért nefrológiai kongresszuson 2 proffal, 8 oldalba utána megírtam a véleményemet, és elkértem, hogy jöjjenek el saját költségemre tanulmányozni egy kongresszuson, hogy mit bírál. Amit nem ismernek, azt ne bírálják. Hát ugye 3 hétig a docens szerint dühöngött a professzor, nem jöttek el. Ha azt nézzük, hogy Franciaországban, Németországban és Kínában is az orvos megtanulja és dönt, hogy most kell ez vagy az a betegnek, vagy mind a kettő. Ha azt nézzük, hogy Amerikában, amikor egy tumoros beteg, vagy más nem gyógyul, akkor egyenest átküldik a klinikáról az ajurvéda klinikára, és onnan kap vissza, és így gyógyul. Hol tartunk mi? Választások előtt mondanám. Csak egymásra mutogatunk? Kérdezte annak idején Béki tanárom, hogy na most, mint belgyógyász szakorvos, minek tartom magam? Csak gyógyítónak. És ez a lényeg. Nem természetgyógyász, nem orvos, gyógyító legyen. Mindegy, hogy hogyan. Na, 94 után sokáig csinálgattam,
néhány újságíró el is kapott, majd utána az ANTS is. Mondtam nekik, nincs hivatalos ilyen meg olyan vizsga. Én úgy éreztem, gyógyítok folyamatosan. Nem arra kötöttünk szerződést? Csak kötelesek 2 év alatt, hogy elvégezzen ezt az alkalmat, elvégeztem. Az elvégzésnek ugye megvolt, mint az életemben visszatörgetve mindig kiderült, mindig, ha ezoterikusan megtanul az ember gondolkodni, és ezt meg kellett tanulnom az elmúlt 8 évben, mert annyi pofont kaptam az életben, hogy mindegyiknek megvolt az oka, hogy az ember a taóját kövesse. És azért betegszik meg az ember, először is, mert valami lelki oka van a betegségének, vagy helytelen az életmódja, vagy valami. És azért kap az ember pofonokat, hogy jó úton járjon. Kedvem az, hogy én például az életben soha nem akartam orvos lenni. Én hajós kapitány. Mert minden jól jött volna, és szerettem a tengert, minden, már életemben nem voltam ott. Anyám, mondtam, hogy leszel hajóorvos. Jó. 81-ben lehetőségem volt. Már meg is volt a felvételim, hogy járom az óceánt. Milyen jó lett volna. Mindenhez értettem, mert voltam már pszichiátertől kezdve, sebésztől kezdve, mindent gyakoroltam, egyébként csak időt egyikre sem igazából. Lett volna egy 28 fős körzetem, borzasztóan nagy munkát jelentett volna, csak a tengeren éltem volna, kikötők és szigetek. És ma a rendszerváltás idején talán valamelyik szigeten csücsültem volna, fűszoklás lányokat gyógyítva. Na. De az élet másképp rendelkezett, és ismét kaptam pofon, és rájöttem az utóbbi években, hogy már mi történt az életemben. És ezt tessék megjegyezni. Soha nincs probléma. A problémát mindig az ego gyártja. Mindig feladatot kapunk, hogy megoldjuk, minél teljesebbé alakítsuk a lelkünket, életünket, hogy mire meghalunk a devihámba, és én ebben hiszek az újjászületésben, nagyon komoly bizonyítékaim vannak rá. Minél magasabb szinten születhessen újra az ember. Tehát gyakorlatilag, ha ellenszegülünk és az egóra hallgatunk, az csak problémának élünk meg bármi. Ha feladatnak veszünk, bármi adódik, azonnal könnyedén megoldódik minden, mert a jobb vagy fél dönt. Az intuitív vagyunk. Utóbbi időben jöttem rá, hogy hogyan lehet elkülöníteni ezt. Egy tanácsot mondanék. Az életükben minden nap van valami. Amikor a probléma, idézőjelben megoldásra kerül a sor, ami egy mondatos válasz, és az boldoggá teszi, az a jobb vagy fele. Az az intuitív vagy, az a lelke szava. És a lélek mindig tudja, hogy mi kell, mi az igazság. Ami több mondattal válaszolunk, körbeírjuk, problémázunk, az az ego. Azt felejtsük el. Az egót különböző módokon lehet visszaszorítani. Ezt azután tanultam meg, miután egy ezoterikus gondolatot tanultam ezelőtt jó pár éve, hogy ahhoz, hogy az ember ne öregedjen, olyan hobbit kell választani, amit szeret, de sose csinál. Amellett, hogy így az Alzheimer kortól is véd, a nyelvtanulás, stb. Stb. És ekkor elkezdtem megtanulni grafikázni és festeni. Ma már a családom is észreveszi, a nagy szó. Ma már bevonulnak, amikor egy kép elkészül. Ma már a betegeinek is oda kihontja. És kialakítottam az úgynevezett gyógyító festészetet, ez két formája van. Mégpedig nem. Bizonyos természeti képződmények, ha olyan személyen megyünk, azonnal előbb-utóbb kialakul, hogy jaj, ez nagyon jó, hogy a köhögős asztmatikusra, jaj, ez nagyon jó, ideig jutott. Próbáljuk megörökíteni, de hogyan? Nem anatomilag. Mi az, amit az visszaad?
azt megörökíteni. Mi az a vonás benne? Mert a másik vonal nagyon nehezen gyógyuló, súlyos betegség után kialakult pánikszindrómás beteg. 43 éves. 8 általánossal. Nem tudott a videgyihez boldogulni. Kezdjünk el megtanulni, rajzolni, festeni. Hát doktor, ne vieskedje, az életemben nem rajzoltam, 8 általánossal. Elkezdi. Először egy tulipánt, majd hajtsa erre, hajtsa arra, majd egy majorságot. Gyerekeim ezt szóltak, anyu, hát az óvodában külön van, jó. Mondom, Zsuzsika, és kiül az erdőbe, behunja a szemét, és hagyja, hogy a napfény besüssön a szemébe, mint Einsteinnek, amikor így alkotta meg a relativitás elmélet. Olyan képet csinál, képeket, sora, vízfestéket, hogy a művész tanár betegem leül, ki ez az ember? Tehát hagyta, hogy a jobb vagy féltekéje működjön, hagyta, hogy az elfolytott csakrája működjön, fantasztikus képpel adott vissza azt az erdőt, és van már egy-kettő ilyen, sőt most van egy friss kis fiatal, 21 éves tanítványom, aki számítógép lakó, internet lakó, főiskolás végezés, stb. Végtelenül bojdítva van a jobb és a bal agyfele, de gyönyörűen fejlődik, az anyuka addig el tudjuk sétálni, én ott vagy, ő ott ment, és akkor Dorika, légy szíves, az a fa levél ne legyen akkora, mint az egész várkapu. Mégis az arányok, egyébek, stb. Sora. Betty Edwards könyvét érdemes lenne mindenkinek kell olvasni, és itt áttérnék a lényegre. A jobb vagy féltekés rajza. Hát maga a könyvből már mindenki megtanulhatja, de Amerikában nem véletlen kötelező, a jogásznak, mérnöknek is önálló óralátogatási gyakorlása. Azáltal beúrik a jobb vagy fél, és kreatív lesz a végzett ember. Rajztanárainak és egyéb művészeknek mondom, maguk tették tönkre ezt a tantárgyat az országba, mert nem tudták megszerettetni az egyik a legfontosabb tantárgyat, hogy a gyerek, a felnövő ember kreatívvá váljon. Vegye észre az életbe a szépet, és hogy mi szép benne, és legyen gondolkodóképes. No, ennyit röviden erről, mert tudok beszélni, nem tudom, nem ez rá. Igen, csak nem akartalak félbeszakítani. Igen, igen. Na, a lényeg az, hogy tehát többféle módon csináljuk a gyógyítást jelenleg azóta, közel 6000 beteg fölött vagyunk, különböző betegek ezek, ez gerincsértől kezdve, gyógyult rákos, úgy fejezte be az onkológus, ő is kezelte, én is, ő nem tudott rólam, én ő róla igen, hogy kezelésünk ellenére gyógyult. Nagyon súlyos rákos volt, bal mellrák, nincs műtét, csontvelő áttét, májáttét, gerincsigolya áttétek, többszörös petvizsgálatokkal, 2 év alatt teljesen jön. Nagy küzdelem volt, nagyon nagy küzdelem volt, ez egy tanárnő, 35 évesen, megküzdeni az életvitel gondolat átformálásom. Nagyon fontos volt valóban a lelkével megtalálni ő neki a kontaktust, és a gyógyításon formája, a pszichoneuroimmunológia lényege, ma már modern irodalomban ez nyugaton le van fogalmazva, nagyon kevesen csinálják. A lényeg az, hogy a századforduló elején, tehát úgy értem 900-as éve, a sok életküzdelmek miatt az ego van, jobb vagy fél nincs, és a lélek annyira el van passzolva, hogy jó pár évvel ezelőtt az Elixirbe fölkértek, gyógyításomról írjak egy olyan jó pár oldalt egy beteg kapcsán. Nem merték leközölni, mert a lélek szerepe ki volt hangsúlyozva. Döbbenetes. Hivatalos természetgyógyász labba. Döbbenetes. Kérem, 1 gram. Minden betegünk lélek, test, szellem harmóniája helyreállítása döntő. A pszichoneuroimmunológia valamilyen formájában, és ez lehet úgy, hogy már 10 ilyen született gyermekünk van.
soha nem tudott gyerek lenni, Kali intézet, akármi. Megteremtjük a lélek kapcsolatát a párja és az ő harmóniáját, hogy le tudjon születni a lélek, alkalmas körülményt találja. Mondok rá két példát. A Julika, most 4 hónapos a gyerek, 8 évig kísérletezett, olyan 28-30 éves tanult emberke, nem sikerült a terhesség, mert karmikus átok volt rajta. Előző életében gyermekét megfojtotta. Az átok levétel után megtaláltuk a kaput, hogy hogyan oldjuk meg a szellem-test-lélek kapcsolatot. Feladata az volt a kezelése során, hogy minden nap, ahogy jön, megrajzolja a 3 éves korig elképzelve a gyermekét, sikerül, ahogy sikerül. 2 héten belül terhes volt. Volt egy másik tanulságunk is ebben a kezelési formában, 44 éves nő, nem volt sosem gyereke, nagyon súlyos család és egyéb terhek 2 év alatt sikerült letisztítani, és terhes lett végül is, sikerült. 4 hónapos korában kiderült, mert szeretett szociális körökben dolgozni, hogy dankóros lett. A gyereket el kellett venni, és ekkor tanultam meg azt, és a Julikán alatt előbb említettem, ezt már rögtön sikerült megoldani, a kaput, ha nyitjuk, le is kell zárni, mert szociális gyerekek között dolgozva egyéb kóros lelket vett föl. Elmagyarázta a genetikus kollégina régi kapcsolat. Semmi gond, nincs semmi, itt valami egyéb krak lehetett. Eltelt 1,5 év, és most úgy néz ki végre megint, de megtanultuk ebben a formában. Le is kell zárni azt a kaput, mert más kóbor lélek is le tud költözni oda. No, mielőtt a kezelések valamiről beszélnék, felkérném a fiatalember, feküdjön föl, de bemutatnám, hogy körülbelül miről is van szó. Tehát, a pszichoneuroimmunológia, és kérek egy halkított fényt. Még egy picit. Köszönöm. Elég. Fejét odanám át ide. Többféle módon az aura terét az illetőnek meg kell nyissuk általában, mert oda jön, és úgy próbálom, mert meggyújul. Van, akit elküldök, például az idegsebész hozzám küldi, az X nagyon gazdag vállalkozott a gerinc sérvével. De a maffiától úgy lettek, hogy bármit csinálunk, nem tudtuk megoldani, többször sem visszahozta a dolgokat, mondom maga, menjen műtesse meg magát. A többieknél igen, ugyanis a gerinc sér, főleg ágyéki részen, egy félelmi blokkokú. Vagy a polgármester asszonyka az a gerinc közepén, most is visszajár időnként, de már nincs panasz, nem tudott megfelelni a hivatalnak, a családjának, az apjának, az anyjának, mindenek mindenféle szerteszét szakadt, beleroppant. Te korod benne kismert? Beleroppant a feladatokba. Számtalan példáról tudnék éneket mondani, tehát mondjuk ide teszem pillanatilag így, kezem is tettem oda. Segít. Magasabbról jobban látható, de aztán majd mindjárt leveszem. Én mindig leteszem, mondom, jó nekem, csak most pillanatnyi, hogy lássák, miről van szó. Ezt a lámpát hoztam, van egy másik is, mondom, mert többféle van. Azért szeretem ezt, mert ez a legrégebbi, legkezdő, és még ez eredeti gyártmány, úgy, mint a normál kocsikban is, ami jó. És ez legkedvesebb, legjobban működő. Na mostan, én nem kapcsolom még be, hanem először, miután el szoktunk beszélgetni, általában tájékozódunk. Mert ő elmond valamit, de nem biztos, hogy ő elismeri a problémáját. Nem ő, hát tőle. Most itt ennél nem fog megnyílni, ekkora tér előtt, szóval nem fog. Csoda lesz, hogy megnyílik. Akkor ahhoz ő neki nagyon lesz szellemiségének kell lenni. Ekkor megnézzük mindig az a csakráit, és a csakra állapotai mutatják be, hogy mennyiben látja a valóságot, és mi a valóság. Mondok egy történetet.
5 hete kezdtük. Fiatal mérnök házaspár bűnvályosan együtt a férjével járni. Annyira, hogy 1 óra kezelés helyett 3 órát, nem is feltkeztem az óráról. Endometriózissal műtötték. Lepucolták, az egész hasártya lerakomány, minden. És a megoldás, mert gyereket akartam végről, a nőgyász egyenes már hozzám küldte. Ma 4 hónapos terhes már szinte. De van egy probléma. Nagyon jó, nem mindig néztem meg, és rájöttem már, hogy ez sem jó. Megnézzük, hogy csak rájt milyenek. Tehát földanyához való kapcsolata ő neki jó. Azt nézzük meg, milyen az érzelmi csakrája, mert a legtöbb embernek nagyon gátolt félelem, stresszek miatt, és ez meg betegedés formája. Ő jó. Úgy néz ki, egy nagyon jó szellemiségű ember, nem zavartatja magát. Ezért vállalta. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Abszolút nem. Nagyon jó az önfegyelmelet. Ilyen tömeg se zavarja. A torokcsakkája sem, semmi, elfolytottak. És ekkor írtunk, minden jó volt a hölgynél, minden, már gyakorló terhesként, és megjelent a homlokcsakránál egy egészen zárt, fordított dolog. Mondom, mi a fene? Mondom, Erika, mi van? Kiderült azonnal, hogy az előző betegség miatt egy óriási félelem. Na mondom, ezt most írtjuk. És módszeresen ezen dolgozunk, hogy nagyon jól van, megszűnt. Egy ilyen terhessége az, hogy ne legyen gond, az érzelmi tere félelemmel nem rakódhat be, mert toxikus terhesség várható. Ő azért zárt egy kicsit, nem, hogy bepörgettem. Zárt. Van egy kis félelem, hát a viszállom kés. Tehát ez mindig a szellemiséget azért rögtön innen lehet. Tehát innen lehet megtudni, hogy mi igaz, minen és hol van. Van, amikor ott kezdjük, van, amikor itt én. Általában zömében is ez elfogadható és elég. Alulról szoktam kezdeni az egyes csakránál. Én mindig bíborral, hát nem tudom mennyire, így lefödöm talán, bíborral, és mindig jobbra forgatom, hogy jobbra körözzöm. Hogy meddig és hogyan, ez változó. Attól függ, hogy baj van. Ha egy prosztatás probléma van, oda is tehető heredecska alá, és akár hosszan is lehet, de ha magas vérnyomásos, vigyázom, mert fölmehet. Tehát nem mindegy. A hólyattárgy és idősebb prosztatás folyogos embernél. Jó? Majd utána a normál színre teszem be, mert ő fiatal ember, tehát egy vérnarancsot, mert ő még vágyakkal terinek illik lennie. De már egy idősebbnél a narancsot teszem be, hogy a harmonikus értelme legyen, amit megemelhetek elég magas rész, és gyakorlott ember láthatja is a sugárnyalával, kb. Ilyen magasságot érzelmi csakrához, de azért ide is teszem pászt. Csak röviden most, én nem tudok hosszan, és te ezzel csak bemutatom. Azt kell észlelniük, hogy ez nem egy fizikoterápiás eszköz. A pszichoneuroimmunológia egyik legfontosabb eszköze, erről feledkeznek el. Nem állványra van. Mindig kézbe kell, domináns kézbe. És mindig gondolatot kell lejuttatni. A egyik kristály csúcson, fényhatására elektromágneses hullám képződik, elektron nyalát jut ki. A gondolat elektromágneses hologram. Ezen az elektron nyalában meglovagolom, bejuttatom az úgynevezett alapregulációs rendszerbe, szervezetébe, megfelelő pontokba a megfelelő gyógyító gondolatokat.
ami változhat. Tehát van egy alapszabály, most az alapszabályon megyek, de volt olyan betegem, például rendkívül többféle, aki itt rögtön azt éreztem, mert rátettem, de éreztem, hogy hát itt valami önemésztés is van. És lentől fölig a türkis zöldet kérte, TB-nél dolgozott, nagy feszültségben egy belső önemésztése volt. Tehát van szabály, és nincs szabály. Meg kell érezni, hogy ő neki mi kell. Mondok egy másik durva történetet. Élt a docens, akkor Hippokratesz klinikán volt, olyan Pesten. Akkor már 4 éve rokkant volt, egy olyan 220 centi magas emberke, nagy darab rokkant volt, és elhozta a család, hogy hát, ha lehet le valamit kezdeni, olyan dühögő, elmeborulgatott volt. Megérzésből, mert nagyon fontos az intuíció, föntről lefele mentem indigó színnel, majd mutatom. És utána felültettem, és azt mondtam neki, miután a család azonnal készült kimenni az ablakon, mert mindig őket ott dobálta ki, hogy tudja, hogy maga egy ócska ripacs, színész csak. Ekkor már lelkileg át volt íve, innen lehoztam, rám mosolygott igazabban. És akkor lehetett beindítani alulról fölfele a normál világot. De ezt meg kell érezni, hogy a lelke kinek mit kíván. Itt általában nagyon sokszor fel szoktunk menni a kauzál térig, ahol a karmikus programja van, mert szabadná kell tenni az utat a hármas sakránál, a lélek percről percre itt felmegy, és összehasonlítja, hogy a körülményektől függően mennyire tolódott el az alaprezgése, és hozzáállít. És nagyon sokszor itt látható egy blokk egy betegnél, hogy na áttörés nehéz, de itt nagyon szép az aranyszín, hogy kék, vagy valami van. Másik, amit tudunk újabban csinálni, a hamari napokon Pécsen az egyik, a Simon profai nagy témánk volt, genetikussal. Az ember nem mindig veszi elő az összes génállományát, hanem amit úgy érez, hogy aktuálisan kell, és aszerint állítja be a szervezetet. És ebből jön létre azután a kóros betegségek, autoimmun betegségek egyébként. Az utóbbi időben egészen jól bevált ilyen esetekben, hogy innen föntről, ha meghatároztak előtte, még volt az optimum éve ilyesmi, beprogramozzuk oda. Megszólalt a szklerózis multiplexes kis doktora, könyvtáros tanárnőm, jó idő múlva, pár alkalom után. Doktor úr, én 56 éves vagyok, már régen túl vagyok a klimaxon. Hát ezt így csináljuk, ez nem jó lesz, mert már régen túl vagyok a hőhullámon, és most kezdenek megjönni a hőhullámon. Akkor most mennyien betétél, mondtam. Tehát a lényeg az, hogy meggyógyuljam, és akkor itt fogalmaznék egy másik kérdés ennél a gondolatnál, amit újabban csinálj, és nagyon jó kedve válni, gyakorlom a kvantum szinkronizációs gyógyítást. Amihez elég két ujjunk csak, és az ember a tudatát nullpontba teszi, a tiszta tudat jelenik meg, és utána gyógyul. Jó pár betegünk volt, így ott ügyeletben, és lórító fájdalmait pár perc alatt megszűntek. De ebben a módszerrel mindenki magának azt is gyakorolhatja, a krónikus betegsége van, vagy másnak, hogy a tudat miatt van csak idő. Valójában több szinten élünk. És azt mondom, mit tudom én, 963-65-ös rezgést kéne, gyönyörűen beválik. Egy másik fázisba térek át. Ebben a tisztított állapotban, ha megtanulja valaki, jusson el. Például. Tehát is egy ilyen forma, de lényegében, és utána innen szeretek fölmenni az agyára, mert a vékony bél nagyon fontos, harmóniában van az aggyal. Ugye a jobb agy félteke a bal. Nagyon szeretem egybehozni őket, lehet a ráncokat is nézni.
meg lehet takarítani a harmadik szemet. Temporálisan a limbikus árját, érzelmének külön olyan gondolattal, én most nem akarom befolyásolni, mert szimpatikus lányok itt ülnek, mint, és nehogy valami ellenbogarat ültessek be, és akkor utána nem sikerül a randevú. Na most a következő. Bernard kollega, francia kollégának nagyon sok tanulsága van, szeretem ide feltenni, vagy fehérrel, én most a szín miatt maradok a sárgánál, és szépen, na tegyük fel fehérbe, áttesszük ezt a színt tudatosan sárgába. Tehát látni kell a nyalábat sárgába, majd utána idővel zöldbe, és akkor teljesen megnyugszik az illető, kiegyensúlyozódik. Sok más egyéb új tanulságok is vannak, például a szemérem csontja, most nem fogom megmutatni senkinek, menjen kíváncsi. Fölött középen van egy olyan pont, amely az egyik legfontosabb, eddig úgy működött, fájdalomcsillapító pont, amit karban tudunk tartani. Kiderült, hogy ott egy tudati formálást is, na nem ezt akartam, tudati formálást is tudunk csinálni. Ha én aranyat teszek oda, és úgy küldöm be a befogadó meridiánon ide, akkor a tudata úgy tisztul. Most van egy kis hölgy, külföldi munkaviszonyaiból több év után tért haza, gyönyörűen fest és minden gond van, de nem tud hónapokon át aludni, és már őrjön bele. Bármi csináltam, Istennek nem megy. Sem a sörös kefirtől kezdve semmi, pedig a másnak használ neki, nem? Semmi. Na tegyük fel oda arra a pontra. Az indigót. Horkolt. Nem ott. Heteken át. Most újra elkezdtük, mert nem csináltuk, most már jó van mondjuk, nem, visszahozta. Egyszer-egyszer megismételve. Tehát vannak olyan akupunktúrás pontok, ahol karba lehet tartani az embernek magát. Mondanák rá példát, a Tibi nagyon jól tudja, 2 évvel ezelőtt én 30 lépcsőn csúsztam le, magam alá gyűrömű két lábam. Mind a két külbokám eltörött, de hát akkor sem 86 éves, megdolgozom is kell továbbra is. Mindházi orvos. Mentőt akartak én ide, mondom, igen, a kórházba is kiszökök, hagyjon meg békén. 2 hét múlva elmentem, de mégis hol tartok, akkor is akartam műteni, küldeni. Hogy? Hogyan dolgozott az ember? Akár óránként, nadrágon át, meridián masszást és akupunktúrát, vagy akupresszúrát adott magának az ember. Fél év alatt gyönyörűen meggyógyult, és akkor kiderült, hogy de a gerincem is sérült, aztán jobb csípő. Jelenleg most már elég jó a jobb csípőm, úgyhogy most áprilisban a lányomat sikerült, úgy tűnik, repülővel megyünk most a Skóciába, úgyhogy gyalogtúra lesz. Úgyhogy tavaly még Barcelonában nehéz volt, meg egy Lyonban, meg minden. Tudják, hol dől el? Itt. Itt. Az egy-egy akupunktúrás pont fontos, ha megkezeli az ember, a másik pedig ott. Ennek különböző formái vannak. Nagy levegőt vesz az ember az orrán, jöjjön be az új energia, a régi távozzon, és fújjon ki. Addig mi teljesen meg nem tisztulok. És megszűnik a fájdalom. Több ilyen lehetőség van. Több forma. De a tudat mindent megold, és ugyanúgy a lélek is. Nagyon sok olyan betegem van, aki azáltal gyógyul, hogy a lelkét harmóniába hozzuk. Ez a nagyfiú nagy baj nincsen, egyetlen egy gondolom, hogy most nagy kis izgalma azért múlt az össze, de nem vészes. Egy zöldet teszünk ide a májára, hogy méregtelenítsük, ide a szívére egy zöldet, bár ő nem olyan vén, csak krát röviden, a torkára is teszünk egy kis torokcsakrát, még azért
majd a másik színét, az indigót tesszük oda, csak azért, hogy bemutassam. Én most pillanatnyilag megengedik gondolatokat, nem nagyon közvetítettem neki, csak amennyit muszáj, mert ő tényleg egy harmóniában lévő fiatalember. Van egy olyan megoldás is, hogy el kell dönteni, hogy melyik színt választjuk, és meg lehet például indigóval teljesen takarítani az aura terét. Én most nem akarom, csak éppen nem mutatom be a teljes variációt, mert különben az idő mind elmenne ezzel, és utána egészen jó. Lehet úgy is, hogy hátulról megyünk, és akkor a csakráit is úgy gyógyítjuk. Többféle van. Köszönöm. Vezet össze. Tehát, hogy is mondjam, mindent lehet. Köszönjük, kérjük a fényt, hogyha lehet. A fényt azt lehet, igen. És ha még egy pár percem van, talán, mert nagyon sokat beszéltem, szokásuk. Csak egy picike. Igen. Tehát induljunk ki abból a gondolatból, hogy agyunkban percenként 1000 gondolat születik, és ennek következtében agyunkban 1000 neurotranszmitter, neuropeptid képződik, és mint elektromikroszkopos vizsgálatokkal megfigyelték Amerikában, nem nálunk, a neuropeptidek azonnal szinte a fény sebességével a megfelelő sejtek megfelelő receptoraihoz mennek, kötődnek, ha lehet. Tehát nincs gyógyszerre blokkolva, erre külön kitérlek. Kimutatták azt is, hogy az idegsejtek és a fehérjésejtek receptorai nagyon azonosak. Így jön össze a stressz és az immungyengeség. Most nem akarok elkanyadni a depresszió, a tartós, stresszrákkeltő, immungyengítő hatások felé. Kiemelem viszont a gyógyszerek negatív hatásai kötődnek a sejtek receptoraihoz, és az öngyógyulás lehetősége elmarad. Itt megállnék. Legújabb rádióeladás Semmelweis Egyetemen. Vírus ne gyógyítgassuk. Nagyon jó bevált a betegénél újabban azóta. Ha csak lehet, kap egy megfelelő vékonybélterápiás ételt, italt, az egy külön mise volna, pihenjen le 3 nap alatt. Ugyanis mi kimutatták, a vírus a ráksejteket öli. Gyönyörűen jobban gyógyulnak. A világomat gondolataim teremtik meg, idézhetem ősi mondásukat, épp testben épülek. Ha tudatosan neveljük magunkat az öngyógyulás lehetősége felé, már gyermekkortól akkor van esély az egészséges életre. Rendszeres, frissítő, örömteli, boldogító sport, tehát nem pénzorientált sport, és nem a bodybuilding terem, ahol másik embernek a kipufogó gázzal szívom be, illetve sportos életvitel szervezetünk méretelintésében döntő, és az endorfin termelődése a boldogság, antidepresszáns, stresszmentesség, az egészség forrása lehet. Javon a tanuláskészségünk, ezt Amerikában tudják, a sportolókat, ha még buta jegyei is vannak, fölveszik az egyetemre, mert ma már kimutatták nálunk is, és ennek nyomán is elindult, hogy a testnevelés órákat szaporítják, de még mindig nem tudatosan. A kis agy és a tanulási agy között szoros kapcsolat van. Amerikában már 20-30 év tudják. Mi elég konzervatív ország vagyunk, úgy szoktam mondani betegeimnek, hogy fejlődjenek, ne nyugatra, hanem Mongóliába járjunk időn, és lehetőleg gyalog vagy lovon jöjjön meg. Ha ehhez hozzáteszik a kellő mennyiségű folyadék és életlenülök alkalmas folyadék fogyasztását, nem volt idő hozzászólni. A rendezett vízstruktúra régi témán. Ez egy pécsi kandidatúra, a gyerekgyógyász professzor kandidatúrája, ami azt jelenti, hogy a szervezetünk 70%-a víz, abból 60% rendezetnek kell lenni. Hidrogénit, oxigénit, laza ionizációs kötésrendszer van, 20 éve volt ez az előadás. És azóta csináljuk, és az eredmények gyönyörűek, inzulinos, veseléktelen, mellrákos betegnél. Tehát mi mutatja ezt? Van egy érték, a GFR érték, ami mutatja a vese állapotát. Még bevezették a debreceniek országosan. Még akkor is, ha a kreatinin karmid jó. Ha a GFR-je 80% alatt van, azt szoktam mondani a betegnek, 60%? Jó, akkor maga biológiai értéke 60%-os. Ez azt jelenti, hogy az öröklött energia, a vese,
tartalmazza, a szülőtől. Mennél többet nyúl érte, annál hamarabb és annál jobban öregszik, úgy még hogy süketül is, ma hallása is ennek. Ezért mennél több nyers zöldet kell lenni, hogy ne nyúljon oda hozzá. Viszont ez úgy alakul ki, hogy nagyon gyorsan elmegy 30-27 egyéb fele. Erre mondjuk, hogy na is. Most ennek a na isnek, mert Szombathelyen nem tanulták meg, az elmúlt 4 évben meg kellett tanítanom őket, mert akkor abban az évben 3 halottja is volt. Jelez valamit, hogy baj van. Az egyik férfi, aki egy család ellátója volt, 50-60 év között, óriási fájdalmai voltak, nem találtak semmit a sürgősségét. December elejétől január közepéig 8-szor vizsgálták. A gélferje pedig szép, az volt egyetlen eltés, szépen süllyedt le 30-ig. Megjött Ausztriából a lánya, hát most, ha csináljuk valamit, tegyük a kórházba, mert hát most már alig bír a lábán állni. Aznap csináltunk egy labort, beküldtük, azonnal felvették, sajnos nem a megfelelő osztályra, de a Marietta az egy normális ember volt, infundálták. Csak a műves állomáson kellett volna. Akkor volt 27-es. Éveset van is. A másik nő. Ráfogták a betűgyászatot magas klinikai szinten, hogy azért olyan, figyeljük csak, meg kövér. Minden napon maga is volt trombózis vizsgálata. Megnéztük, indultunk az 50-ről, majd 40-ről, majd 30-ról. 37 alatt azt mondtam, hogy menjen be te gyorsan. Pármilyen. Ott is baj volt. A harmadiknál is. Azóta megtanultál, és most már inkább úgy feltölték mindegyiket, hogy jó, hogy vegyék komolyan azt a bizonyos értéket. De a lényeg az, mindenki érzze meg, nagyon sok nyers zöldet kell enni. A rendezett instruktora viszont úgy alakul ki, hogy azt szoktam mondani, 2,5 liter vizet igyon, és hát nem az ásványvizet szorgalmazom, mert abból van az egyetlen jó, ami nem hamis. Nem a raklám helyen, nem mondom el, nem akarom, hogy a gyármény nekem jutalékot adjon. A többi mind hamis, egy magyar találmány erre épült. Fél órán belül mindegyik békonyá. Tehát lényeg az, hogy 2 literenként egy marék nyers zöldet meg kell turmixolni benne. Lehet zellerlevél, bédispenót, misztícia, rukolla, saláta, stb. És egy pillanatban rendezett friss struktúra lesz belőle. Vagyis az özember azért volt egészségesebb, mert az nem ismerte a tüzet, még Prométheusz nem lopta el, nem volt ideje csak nyerset tenni, illetve ami volt a fákkal össze-vissza, mert vagy a mamutot üldözte, vagy őt üldözték. És gyakorlatilag folyamatosan megevett egy 5 kiló nyerset, amire nekünk se időnk, se pénzük, abból kijött 2 liter nyers, folyadék zöld. Tehát honnan van az igazi rendezeti struktúra? Nem. Növényekből. Így van, nem KFT gyártásokból. Nagyon sok nyers. Pedig egyik legjobb a kígyó uborka. Naponta, hogy egyet-kettőt meg kell enni, finom is. A tehát minél levesebb is, időnként gyümölcsöt is. Nem árt az alma, mert van ilyen mondás, az is jó természetesen, hogy hát lehet, hogy az idény szerint. Jó. Tehát az alma nem olyan durzs, tehát ilyenkor az van, de van a különböző szilvapéle. Ha hozzáteszik valami megfelelő étkezési utakat, és itt jön meg egy gondolat. Ahhoz, hogy egészségesek legyünk, évszakok szerint, beszélhetnék róla egy órát, vércsoport szerint, életvitel szerint, ízekben gazdag, rostban gazdag, nem nagyon főzött ételek, megfelelő napi időrendi étkezés, ezt külön kiemelném reggeli 7 óra, ebéd 11 és 12, a vacsora 5 és 7 óra között. Ugyanis később már csak ott rohad a belegbe. És nagyon komoly projekt csinál, ami miatt én is például, amikor 21 óra után hazamentem, mert a kocsiba éppen a busz megállóba egy vagogont ember betölt az ablakot, a rendőr még kijött meg, elintézték össze-vissza, hát a 21 és 22 között értem oda, a feleségem nekiáll jól takarva csinált egy párazöldet, csak jobb lett volna meg se eszem, hanem azt csinálom, amit a békét tanára javasolt, hogy egy pohár vörös bor, az jobb lett volna,
Megette, mert nem akartam megsérteni, másnapra infarktusom is volt. Leterheli a vékony bélnát. Ugyanis a vékony bél a szívnek az őre, a szellemiségünké, az immunitásé, autoimmunitásé, mindené. Nagyon fontos, hogy a vékony bél, ez külön egy terápiás foglalkozás. Na mindegy, próbálok lépni. Természetesen a legnehezebb az egyén gondolatvilágát kellő formában tartani. Távol kell tartani a negatív gondolatokat, és csak a pozitív gondolatok mentén kell haladni. Ha tudjuk azt, hogy az életben nincs, nem fog. Azt nézem, hogy hány oldalmi. Ha tudjuk, nincs probléma, csak az egónk, a ballastfél teremte a problémát. Intuitív jogaspér tudja, hogy csak feladatot kapunk, és annak megoldásával tökéletesülünk. Honnan ismerjük fel? Tehát itt mondtam, az egymondatosság és az örömet okozó legyen. Nem mindenki tudja megtalálni, meghallani lelke szabát. Pszichoneuroimmunológia a kezelés ebben segít. Minden betegségnek lelki okai vannak. Vagyis akkor nem biztos, hogy csakránként van egy ilyen betegünk is, hát tudnék, nem sokan, akkor elmen idén. Már most nem nagyon lehet. Igen. Tehát aranyos, dúsgazdag fiú, nagyon jó szakmával, de bokorról rasszál. Most 2 éve volt egy bokorom, és előáll, hogy járod a kezelésekről, hogy pánikja van, aranyos, csinos. De úgy az életet, mert minden fölébe hull. Nem boldog itt már ez a kislány. És akkor nem csináltunk mást. Csak hogy beszélgettünk, csakránként mentünk, beszélgettük a problémákat szépen, semmi csakrán nem, csak úgy. És most mondom, menjen haza és beszélje meg a párjával a gondolatokat. Majd boldogok. Kinyitódott, harmonizálódott, őszintén egymással szembeálltak. Segített a harmóniában. Tehát nem úgy, hogy na beütöm, hogy ezen a csakrán az úgy, hogy nem. Beszélget, mondja el, kötetlen. Legmindennapibb alternatív gyógyító az édesanyja. Amikor gyermeke lelki vagy fizikai sérülésekor anyjahoz megy, az anya magához öl egy gyermekét és panaszorvoslást nyert. Tehát már akkor volt alternatív gyógyászat. Vajon hányan öleljük át esténként mi megértő szeretettel gyermekünket, párunkat? Nézzük egymásra. Amikor a beteg jelentkezik, nála panaszával először meghaltom, majd próbálom ráterelni. Figyelj, mint a baj, jó, ugrok inkább. Igen, mert most már vége lenne tulajdonképpen. Igen, na jó. Hát én megmondom őszintén, azért hoztam ezt a tanfolyamot, vagy az előadást ide, mert múltkor is mondtam, most pláne. Lehetetlen dolog az. Most nagyon megküzdöm már a hétvégeinknél. Este 10-ig van dolgom. Csak ha nagyon muszáj szombat-vasárnap. De lehetetlen dolog, hogy több száz kilométerről jönnek emberek oda. És tudnék mondani, ami úgy gyógyul meg több év után, mert 3 klinika se tette helyre. Szeretném elérni, Tini fölvállalja, hogy összehozza egy olyan tanfolyamrendszert, hogy ezt megtanulják, mert megyénként kéne legalább 1-2 ember. Meg lehet tanulni, én sem így születtem. Mindenkinek magán kell kezdeni. Apró feltétele azért van, bár a Timi azt mondja, hogy neki ez mindenki képes rá, rendben van, meglátjuk. Minimum természetgyógyászati vizsgája, bioenergetikai vizsga és reflexológiai vizsga volna a legjobb. Másik az empátia és az intuitív készség. Na most, ha maga mindenki úgy érzi, hogy van akkora alapkészség, hogy meg tudja érteni a szervezet mélyében zajló biológiai és egyéb folyamatokat, lehet. Én azt szívesen lejövök Szegedre, havonta kb. 2-3 alkalommal kellene megoldanunk így egy hétvégén, és utána kellene a fél évente legalább egy konzultációt csinálni, nem mondom miért. Nekem sajnos kevés partnerem van, és néha úgy érzi az ember, hogy félrecsúszik. Ez úgy alakul ki, hogy amikor a 99 éves nénikéhez elhívnak, hogy faldoklik, és meg akar állni a szíve, vérnyomása alig mérhető, a család pedig mérnök család ragaszkodik hozzá,
kórház nem, de ott. A néni meg van 30 éve vak. A lámpával elérjük azt, hogy másnapra a vérnyomása van, szíve működik, és szépen gyógyulgat, majd utána arról a súlyt szabályt megsérte, csak távolról tudunk kapni, mert akkor azért blokkot kicsinál. A lényeg az, hogy otthon boldogan mosolyom, mosolyogom, mondom, hogy de jó ez a néni, helyre jött. És a fő kritikus ki, ugye a feleség, de képzeld magad Istennek. És akkor leesett a 20 fillér. Köszönjük a figyelmet, és köszönjük.